Én annak örülök, ha a templom rendben lesz. Engem egyéb nem érdekel. Hát miért érdekeljen már engem? Máma meg vagyok, holnap nem. Jó Istenre bíztam az életem. Áldás békesség a Retour mai adásában a Szamos partjára Nábrádra látogatunk, ahol Kós Ákos lelkipásztor megmutatja a frissen felújított templomot, és ellátogatunk Kérsemjénbe is. Tartsanak velünk! Hát papír szerint olyan 900-an laknak itt, de többnyire református település, tehát legalább 850 fő református a 900 főből. De figyelemre méltóak a számok a helyi iskolában is. 101 gyerekből 99 hittanra jár. Vasárnaponként pedig csaknem 50-en ülnek a templomban, vagy éppen a gyülekezeti teremben. Ezek tényleg moziszékek? Ezek moziszékek, Kisvárdáról szerezte meg a gyülekezet, és ezekhez a moziszékekhez mind a mai napig ragaszkodnak a gyülekezeti tagok. De ez az igazi csapódós nyikorgó. Ez az igazi, igen, és amikor itt van istentiszteletünk, nem áll fel a gyülekezet, tehát mindenki ül. Annak érdekében. Lenne. Igen, annak érdekében ugye, hogy ne csapódjon nagyon, ne legyen nagy hangzavar. Kós Ákos 2005 óta vezeti a nábrádi gyülekezetet. Korábban azt mondta, hogy mindenképpen Nábrádra szeretett volna kerülni lelkipásztornak. Miért? Én Szatmárnémetiben születtem, a Nyírségben nevelkedtem, édesapám ott volt lelkipásztor. Mit látott az édesapjától, ami vonzóvá tette ezt a szolgálatot? Tulajdonképpen mindig fontos volt a hit, és fontos volt a magyarságnak a megélése is. És ez példaértékű volt. Ugye három H betűt az nagyon fontosnak tartotta, és ezt mindegyik fiának elmondta, hogy a hit, a hála és a humor mindig meg kell maradjon a szolgálatunk során. Lelkész az édesapja, a két bátyja is lelkipásztor lett. Igen. Volt egyáltalán más választása, vagy felmerült az a gondolat, hogy ne lelkész legyen? Igen, a gyülekezetben mindig mondták, hogy édesapám szolgált, ó, hát most már a két bátyám is lelkész, bizonyára én is az leszek. És én mindig mondtam, hogy biztos, hogy nem leszek lelkipásztor. Egyébként én történelem magyar tanár szerettem volna lenni. Ez nagyon rossz döntés lett volna. És 11-es voltam a Debreceni Református Gimnáziumban, amikor választani kellett ilyen fakultációt. És hát majdnem azt mondom, hogy jobb híján akkor a teológiai előkészítőt választottam a magyar mellett. És teljesen szerintem az addigi neveltetés is, ugye az édesapámnak a szolgálata, meg a bátyáimnak a hozzáállása és szolgálata is, hát úgy teljes mértékben e felé vezetett engem. Isten gondviselő szeretetét kézzelfoghatóan is megtapasztalhatják a református közösség tagjai. A faluban hosszú évek óta házi segítségnyújtó szolgálatot működtet a gyülekezet. Áldás békesség! Jó napot kívánok! Áldás békesség! Köszönjük szépen! Az idősek mindennapjait a házi gondozók teszik könnyebbé. Tetszik tudni, nekem senki nincs a falban. Senki. Elena minden nap jár a tusnénihez? Minden reggel jön. Gyere már be, gyere csak be. Hát ő itthon van, neki azt mondom, járjunk, igen. Gyere csak. Ezt szoktam neki mondani. Hát Elena, hány éve jársz mi nálunk? Még ért Buszti bácsi. Orémus Ilona 8 házat látogat meg egy nap, ahol a házi munka mellett a kedves szóra is jut idő. 45-50 perc jut egy gondozottra, tehát ezt így munkával töltjük el. És ezt miért szeretjük csinálni? Nem tudom, szeretem az időseket, szeretek segíteni. Meg édesanyámat látom, úgy látom, hogy aki egyedül van, annak még nagyobb szüksége van rá. Mióta jár a gyülekezetbe? Hát én... Régen járok, kisgyerekkoromtól kezdve jártam, hogy ne jártam magát. Ebben nevelkedtem fél. Az én apám azt tanított meg mindenre. Templomba járó ember volt.
És akkor nagy szegénység volt itt Nábrádon, mégis megcsinálták a mi templomunkat. Én annak örülök, ha a templom rendben lesz. Engem egyéb nem érdekel. Hát miért érdekeljen már engem? Máma meg vagyok, holnap nem. Jó Istenre bíztam az életet. Etus néni vágya teljesülni látszik, hiszen a nábrádi templom nemrég kívül belül teljesen megújult. És ezt tényleg a felesége festette? Az egyik gondozónővel együtt a feleségem fel volt itt belül állványozva, és ők festették ki. Hát nagy magasságban voltak, tehát én nagyon kevés alkalommal jöttem akkor át, mert nagyon rossz volt a látvány, és én nekem téliszonyom van, tehát egyébként nagyon igei maga a fal is, hiszen egymásra épült köveket látunk, és egy gyülekezetben pláne így kell működjön, egy közösség, így kell az emberek működjenek, hogy egymás hitáltal is épülni, meg egymásra odafigyelni. Habár a pályázatokon nyert összeg csak a külső munkálatokra volt elég, hitük arra indította a nábrádiakat, hogy belefogjanak a belső munkálatokba is, amelyből a gyülekezet apraja nagyja kivette a részét. Jelentős összeget tudtunk azzal megtakarítani, hogy itt a gondnok úr Szarka Géza irányításával tulajdonképpen saját emberek, nábrádi emberek, szakemberek is, meg egyszerű emberek is végezték a munkát. Én azt gondolom, hogy egy falu, minden falu életében az, hogy a templom rendben van, vagy nincs rendben, az egész falut minősíti negatívan, vagy pedig pozitívan, és egy egész falunak az ügye kell legyen, hogy a templomon kívül belül rendben van. Hála az Úristennek mindez sikerült, és kedves igém újra csak valóra vált, mindez idáig megsegített bennünket az Úr. Konfirmáltak. 16-an? Igen, egyetlen egy kieseményi lány volt, tehát az ömében nábrádiak. Aha. Nábrádiak. De jó. És hát igen, nagy öröm volt számomra, hogy pont ebben az esztendőben, amikor már a templom felújult, akkor konfirmált a idősebbik lányom, és tehát ez egy kis plusz dolog. Hát ez azért megható pillanat. Igen, hát. Igen, egyébként is elég érzékeny típus vagyok, de igen? Ez, igen. Ez egy lelki pásztornál előny vagy hátrány? Hát szerintem előny kellene legyen. Nyilván vannak olyan szolgálati területek, amiben nem teljesen előny. Ez például a temetési szolgálat. Tehát akkor nagyon kell magamon uralkodjak, hiszen nehéz szolgálat, és mégiscsak a feltámadás örök élet kitétés reménységét adjuk tovább, és erről szeretnénk mindenkit meggyőzni. Kósákos saját bőrén is megtapasztalta, milyen lelkész gyereknek lenni. Az üvegfalú parókiák szabályai azonban úgy tűnik, nem változtak az idők során. Mennyire tudják itt megóvni a magánéletüket? Nyilván van tapasztalata a lelkész gyerek sors miatt. Kell erre tudatosan figyelni a saját gyerekeinél? Hogy... Próbáljuk ezt megoldani, de igazából nem egyszerű. Nekem igazából a nagylány fogalmazta meg, hogy hát itt nem tehetünk azt, amit akarunk. De hát én azt gondolom, hogy megéljük a magunk hitét a hétköznapokban, a családi életben, és akkor nincs takargatni való. Ahogy a mondani szokták, üvegből van a parókia fala, nem baj. Tiszteletes úrnak van olyan emléke vagy élménye gyerekkorából, hogy valamit azért nem tehetett meg, mert ő a lelkésznek a fia? Igen, mindenképp, de érdekes, amikor az bosszantott, azt azért ma is én is alkalmazom. Tehát vasárnap délután mi nem focizhattunk, amikor közben jöttek az emberek a templomba. Ez egy akkor rosszul eső dolog volt, de egyébként teljesen érthető. És ma is, tehát ha szeretnének a gyerekek kijönni vasárnap délután, az Isten tiszteletet követően bármikor, de a vasárnap délután 2-3 órától tartó időben nem jöhetnek ki. Egy olyan élményem volt is, hogy 8-os voltam, emlékszem, és hát a fiúk kicsábítottak, akik nem jártak hitben, hogy hát menjünk ki focizni. Jó, mondom, hát miért nem mennénk, hát jó lesz az, és hát nem vettem részt a hittanórán, ugye édesapám tartotta, de hát haza kellett menni, és vártak az ebédnél, és kérdezte édesapám szeliden, hogy hát erre jártál a hittanórán,
Hát mondom, a többiek nagyon elhívtak, hogy focizzunk, és hát részt vettem. Azt mondta, hogy jó, hát ez volt az utolsó, amikor részt vettél a hittan óra idejében focin. Megjegyeztem. Azt látnunk kell falun, hogy innen azért a fiatalság nagy része zömében elkerül, de hát megpróbáljuk őket elérni és vonzóvá tenni az egyházat. Ez olyan lehetetlennek tűnik, hogyan lehet vonzóvá tenni egy 15 éves számára a gyülekezet vagy templomba járást? Ez a nagy kihívás. Az egyik fiú azt mondta a múlt alkalommal, és valahogy ezt szeretném, hogy elérjük minél többek szívében, hogy a tiszteletes úr annyi mindent tesz, meg az idejét áldozza, meg körbevez bennünket, visz bowlingozni, foglalkozik velünk, hát elmegyek már a templomban. Hát mondom, köszönöm, de az a lényeg, hogy te szívből tedd, hogy akard. Fontosak ők, mert a jövő egyházáról beszélünk. A jövő egyháza pedig alkalmanként a csocsóasztal mellett nagy nevetések közepette, vagy éppen a Mikulásra várva épül. Sziasztok, gyerekek! Istenem hozzá! A konfirmáció ugyan kezdtem először járni, és egyből beleszerettem, azóta aktív tagja vagyok, persze, hogy itt megjelik. Szívesen mindig itt vagyok. Kósákos a szomszédos kérseményi gyülekezetnek sem engedi el a kezét, sőt, hosszú távra tervez. A kiegyezés évében épült templomot ugyanis éppen most újítják fel. A település közelében 4 folyó is folyik, ezért a vizesedés problémájával folyamatosan küzdenek. A kérseményi reformátusok mégis minden vasárnap látogatják az Isten tiszteletet. Az, hogy a Dorian Gusztáv egykori tiszentúli főgondoknak az édesapja volt itt lelkész, ráadásul a bölcsei család is a környékről származik, ehhez az örökséghez fel kellett nőnie? Igen, hát a nagy tisztelet veszi körbe a Dorian családot, meg a bölcskei családot is, és azt, hogy amit felépítettek, amit létrehoztak, azt tovább kell vinni, és tovább is kell adni, mert olyan örökség ez, amelyre lehet építeni, és olyan dolog, ami fontos volt régen, és fontos ma is, és fontos lesz ezután is, hiszen sok mindent elveszíthet az ember, de a hitét és reménységét semmiképpen nem szabad